Hello mindenki! Felmerült a kérdés, hogy van-e különbség a beépített, illetve a külső vakuk között? A válasz természetesen igen, mégpedig nem is kevés. Megpróbáltam összeszedni, hogy mik a különbségek, de most elsősorban az előnyeikre fogok koncentrálni, de természetesen az egyik előnye megvilágítja a másik hátrányát is. Úgyhogy vágjunk bele és nézzük meg, hogy mi a különbség a beépített és a külső vakuk között. Kezdjük először a beépített vakukkal, amiket általában a kompakt fényképezőgépekben találtok, illetve a bridge és a belépő olcsóbb szériás digitális tükörreflexes fényképezőgépekben is van ilyen, de ebben az esetben általában egy felnyitható vakuról van szó. Persze beépített vakunak veszem azokat a villanókat is, amik esetleg nem fértek be egy adott gépbe, például az Olympus Milceknél voltak ilyenek, de külön pici kis vakuként egy vakusinre fel tudjuk őket rakni, és külön adják, tehát jár a fényképezőgéphez. A legeslegnagyobb előnye ezeknek látszik is, hogy picik. Nagyon pici a felülete, tehát nem zavar sok vizet, akár itt van a gépen, akár nem. Ha már van, akkor pedig jó, hogy van, hiszen legalább van valami külső fényforrásunk, amivel olyan esetekben, amikor problémás lenne, meg tudjuk világítani a témánkat. Ezzel összefügg, amit az előbb említettem, hogy ez mindig itt van a gépen, tehát nem kell külön magunkkal hoznunk, egyszerűen csak be kell kapcsolnunk, vagy sem, hiszen lehet, hogy automatikus, és már is használhatjuk, tehát bármikor elérhető, ez a kicsi méretéből adódik. Szintén előnye, hogy nem igényel semmiféle külső áramforrást, nem is használhatjuk külső áramforrással, mindig a gép akkumulátorából, vagy az elemeiből táplálkozik, attól függ, hogy mivel használjuk a fényképezőgépet. Előnye még, és szerintem ezzel ki is fújt a belső vaku előnyeinek a sora, hogy nagyon könnyen kezelhetők, teljesen automatikusan villan. Néhány komolyabb gépben esetleg előfordulhat, hogy a vakut manuálisan is használhatjuk, illetve ha automatán működik, akkor is lehetséges egy pici kis fényszabályozás, tehát bizonyos fényérték határokon belül még állítgathatjuk a teljesítményét. Ennyit a beépítetről, és most nézzük a külső vakukat, amelyeknél azért jóval több előnnyel találkozhatunk. És persze, hogyha nem lenne sokkal több előnye a külső vakunak, akkor mindenki csak a gépben lévőt használná, illetve csak a gépbe szerelnének ilyen vakukat, hiszen senkinek nem lenne szüksége, hogy egy ilyen nagy, látjátok a különbséget, külsőt használjon. De van előnye, többek között az, hogy ez, és már a méretéből is adódik, jóval nagyobb teljesítményű. Természetesen ehhez külső áramforrást kell használnia, tehát ebbe 2-4 darab elem, illetve akár mondjuk némelyekbe legalábbis külső akkumulátor is csatlakoztatható. Egy korábbi videómban már említettem, hogy a vakuk teljesítményét, legalábbis a kis vakuk teljesítményét, és még ez is kicsinek számít, a kulcsszám nevű érték szokta megadni, ami minél nagyobb szám, annál nagyobb teljesítményt, annál nagyobb villanási energiát jelent egy vakunál. Egy kis kompaktban lévő beépített vaku körülbelül 5-6-7-es kulcsszámú. Ezzel szemben mondjuk egy bridge gépbe, vagy egy digitális tükörreflexes fényképezőgépben lévő beépített vaku, az körülbelül olyan 11-12-es kulcsszámú. A külső vakuk pedig teljesítményben, kulcsszámban körülbelül itt kezdődnek, tehát 11-12-nél, de inkább a kisebbek 14-20-22-es kulcsszámúak, a közepesek 36-40, vagy egy picivel a fölötti kulcsszámúak, a nagyobbak pedig 50-60-as kulcsszámúak is lehetnek. Sőt, van olyan külső vaku, ami persze már inkább a stúdióvakuk irányába megy el, ami 80-as kulcsszámú. Körülbelül ilyen teljesítmény arányokra kell számolnunk egy külső vakunál. A másik nagy előnye, szintén a méretéből adódóan, és hasonlítsátok össze, illetve inkább ezzel, hogy ez sokkal nagyobb felületű, ez a vaku.
Ahogy látjátok, a fényleadó felülete, ugye, amin villan, az körülbelül, hát nem akarom így hozzám érni, de mégis hozzám értem, az körülbelül ilyen legalább 6-szor nagyobb ennél a beépített vakunál, és ennek megvannak a maga előnyei, többek között az, hogy minél nagyobb ez a felület, annál lágyabb fényt kapunk. Még ez a felület is nagyon kevés, de ezzel egy fokkal lágyabb fényt kapunk, mint ezzel, leginkább a becsillanásokon szokott ez jelentkezni. Tehát például az arc csillogása egy nagyobb leadó, nagyobb fényleadó felületről érkező fénynél kevesebb, ami még szintén előny, hogy általában a külső vakuk, és itt most körülbelül ezekre a méretűekre gondolok, jóval magasabban vannak a géphez képest. Miért fontos ez? Hogyha az objektívünk középtengelyéhez képest viszonylag közel van a vaku, akkor gyakran kialakulhat az úgynevezett vörös szem hatás. Tudjátok, amikor az embereknek, akiket lefényképezel, ilyen furcsa piros nyúl szeme lesz. Ez főleg a pici kompakt gépeknél hátrány. Itt nagyon közel esik, szinte az objektívtől néhány centiméterre, nem szinte, néhány centiméterre van az objektívtől a vaku, úgyhogy egy fokkal jobban járunk, hogyha beépített vakunk a gép tetején van, és felnyíló vaku, ami egy picit ezáltal eltávolodik a géptől, és talán egy kicsit kevesebb a vörös szemünk, de ez csak talán ilyenkor is előfordulhat. Még jobban járunk, hogyha a vakunk egészen eltávolodik a fényképező gép középtengelyétől, illetve az objektívünk középtengelyétől, így már egy jó arasznyi vagy még több távolság van, ami azért még előnyösebb a használat során. Másik előnye, ez persze nem mindegyikre igaz, de most ilyen átlagosabb, nagyjából ilyesmi méretűekre gondolok, hogy a fejük forgatható, vagy legalábbis dönthető. Miért jó ez? Erről is volt már egy videóm, többek között azért, illetve nem többek között, hát ez a legfontosabb előnye, hogy másfelé villanthatunk a vakuval, mondjuk egy fal felületre, vagy felfelé a plafonra, és ezáltal nem kell direkt a témára irányoznunk ezt a még így is viszonylag kicsi fényforrást. Ilyen esetben viszont erre nem nagyon van lehetőség, ugyan lehet mindenféle sufni tuning eszközt kapni, vagy otthon összeállítani, de annyira pici a fény teljesítménye is egy ilyen vakunak, még a 10-12-es kulcsszámú vakuknak is, amik a legnagyobb erősségűek az ilyenek között, hogy teljesen felesleges nekünk a több méterre lévő plafonra villantanunk, és várnunk, hogy onnan fog majd visszaverődni valami kis fény. Valami kis fény valóban fog visszaverődni, de jóval kevesebb, mint mondjuk egy 58-as kulcsszámú vakunál. Tehát a megfelelő, természetesnek ható vaku fény kialakításában nagyon fontos az indirekt vakuzás, ehhez pedig a forgathatóság, vagyis hogy ne csak szemből tudjunk vele vakuzni, hanem más irányokból is tudjuk ezt a fényt hasznosítani. Az előbb a beépített vakuknál említettem, hogy mennyire egyszerű, alig van beállítás, ez valóban előnye azok számára, akik nem igénylik ezt, nem kell vele semmit foglalkozni jószerivel, csak nyomni a gombot, és ha fel van nyitva, vagy be van kapcsolva, akkor villanni fog. A külső vakuknak ugyan hátránya, hogy bonyolultabbak, de akinek viszont pont erre van igénye, több beállítást szeretne, az több beállítást is kap, több üzemmódot kap, rengeteg fajta villanási lehetőség, akár többszörös stroboszkópos elvillanás, automata és manuális beállítások, és a többi, rengeteg mindent lehet beállítani egy mostani fejlettebb vakun. Ezzel függ össze, és szintén a külső vakuknak egy előnye, hogy itt a beállításokat egy külön kezelő felület adja, tehát innen mindent elérünk. Egy külön kis folyadékkristályos kijelzőnk van, többségében, kivéve amikor nincs ilyesmi, a nagyon egyszerű régebbi vakuknál, de a bonyolultabbaknál folyadékkristályos kijelző, rengeteg állítási lehetőség közvetlenül itt, tehát hogyha valakinek igénye van az összetettebb kezelésre és a több szolgáltatásra, akkor ezekben inkább megtalálja azt. Nem minden külső vakuban adott, de akár egy ilyen olcsóbb vakuban is megtaláljuk az autofókusz kiegészítő segédfényt. Nagyon jó, hogy általában van a kisebb vakukban is, vagy a fényképezőgépekben beépítve, de ebben lehet egy külön
segédfény lámpánk, ami azért nem jön rosszul, hogyha gyenge fényviszonyok között kell az autofókuszt beállítani, tehát segít az élesség állításban. Egy másik előny, ami szintén nem mindegyikben adott, de általában most már majdhogy nem mindegyikben adott, hogy ezeknek a villanási szöge is vezérelhető, ami általában háromféle lehet, lehet teljesen manuális, az például ez a vakú, úgyhogy nem is ezt mutogatom, aminél te állítod be, hogy mekkora szögben villanjon, illetve lehet olyan, aminél manuális, de motor állítja, tehát itt egy gombbal kell megadnunk azt, hogy mekkora legyen ez a szög, és a motor odaállítja, tehát itt nem tudom ezt így kézzel állítgatni, illetve van teljesen automatikus is, például az ETTL automatikus vakuknál, aminél maga határozza meg, hogy mekkora szögben kell a vakunak villannia. Ennek az egyik gyakorlati jelentősége, hogy teljesen felesleges nekünk egy óriási, nagy, széles látószöget kivillantanunk a vakuval, hogy minden lehetőség szerint jól legyen megvilágítva, ha mi csak messze vagy messzebb egy pici témát szeretnénk kivillantani, és az ilyen vakuk általában a körülbelül olyan 24-105 mm közötti zoom tartományt nagyon szépen kivilágítják, vannak olyanok, amik akár 200 mm-t is kivilágítják, illetve van hozzájuk beépített olyan előtét, ami esetleg mondjuk még szélesebb tartományt is képes kivillantani, mondjuk 17 mm-t. Ez is egy nagyszerű előnye lehet ezeknek. A kicsikben, mivel kicsik, a méretükből adódóan nehéz megoldani ugyanezt, úgyhogy ez nincs, ezek mindig egyfajta képszöget képesek kivillantani. És nem mehetünk el a külső vakuk azon nagy előnye mellett sem, hogy ezekre mindenféle külső kiegészítők tehetők. Ezt a tejfölös poharat már gondolom ismeritek, mert foglalkoztam már vele. Ezzel még, vagy ezekkel még tovább növelhetjük azt a felületet, amin képes villantani ez a vakunk, tehát akár még lágyabb, vagy az elképzeléseinknek megfelelő fényt biztosíthatunk annak a témának. Ezekhez is kapható hasonló, de itt maga a teljesítmény már nagyon alacsony, ezek a külső kiegészítők általában levesznek valamit a teljesítményből, kisebb vagy nagyobb mértékben, és ugye, hogyha van elég nagy teljesítményünk, akkor belefér, akkor elfér, hogy egy kicsit gyengébb lesz ettől a vaku fénye, de viszont sokkal lágyabb, kicsit természetesebb lesz, nem lesz mindenki számára rögtön szembetűnő, hogy ezt vakuval készítették azt a fényképet. Szóval te döntheted el, hogy akár egy ilyen kisebb fényformálót, akár egy ilyen nagyobb fényformálót használsz a vakudon, ugye ezen egy kicsit nevetséges lenne, vagy akár egy mini softboxot használsz, vagy egy ilyen mini maxi softboxot használsz a vakudon. És szintén nagy előnyük, hogy ezeket a vakukat a géptől távol is lehet használni általában. Bizonyos vakuknál lehetőség van, hogy kábelesen használjuk, bizonyos vakuknál, még akár ennél a régi öregnél is, ami már így önálló életet kell vagy önálló életre kell néha, mint egy transformer, akkor szóval még akár ennél is lehetőség van arra, hogy a beépített vakunak a fényére villanjon el egy segéd vakuként, külső vakuként. És ugye már azt is említettem, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy említettem egy korábbi videóban, hogy micsoda előnyei vannak annak, hogy nem itt használjuk a vakut, hanem távolabb tőle, akár méterekre, de akár csak néhány 10 centivel arrébb, már megváltoztathatjuk az egész milliójét a képnek, az egész hangulatát a képnek. Szóval ezeket távolról is lehet használni, akár többet is. Rádiós vagy infra kioldóval pedig akár több 10 méterről is vezérelhetünk több külső vakut, aminek csoportonként egészen más teljesítményt adhatunk meg, szóval az elképzelések, illetve a vaku összeállítások, a megvilágítási összeállítások tárháza, az majdhogy nem végtelen a külső vakuval. A beépített ennek sajnos arra vagyunk kárhoztatva, hogy ez így innentől villan, aztán jó van. Úgy nagyjából ezeket az előnyöket tudtam összeszedni a külső és a beépített vakuk kapcsán. Ha esetleg valamit kihagytam, mert előfordulhat, akkor azt egész nyugodtan írd meg a kommentbe, hogy milyen előnyeit tudod még, vagy milyen hátrányait a beépített és a külső vakuknak, vagy te esetleg melyikre szavazol, hogyha már használtad mind a kettőt, és van összehasonlítási alapod.
Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, hogyha tetszett, akkor tudjátok, nyomjátok a lájkot, vagy a diszlájkot, ha nem tetszett, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még eddig nem tettétek meg, és hogyha bármilyen kérdésetek van a témával kapcsolatban, akkor itt a kommentekbe azt is megtehetitek. Sziasztok!